Igyekszik alkalmazkodni a tartós szárazsághoz a keleti Pireneusok vendéglátóipara Franciaországban. A már épülő, illetve a 2030-ig majd később megépülő szállodákba zuhanyvíz visszanyerő rendszereket is telepítenek. Az egyik szálloda tulajdonosa azt mondja, van olyan lakosztályuk, amelyben zuhanykabin és fürdőkád is van, illetve elkötelezettek a változások mellett. A jövőben így egy csepp víz sem vész majd kárba. A szűrő tisztításakor a víz egyenesen az esővízrendszerbe került. Holnaptól egy tartályba gyűjtjük és a növények öntözésére, valamint a medence terület tisztítására is felhasználjuk, mondja a szálloda tulajdonos. Pirénée Orientál megye 3 éve szenved a szárazságtól, turisztikai szakemberek ezért a jövőre vonatkozó, mintegy 30 intézkedést tartalmazó intézkedés csomagban egyeztek meg. A megyei szállodaipari szövetség elnöke példaként azt említi, hogy az épülő szállodákban a vécéket már nem ivóvízzel fogják öblíteni. Az sem kizárt, hogy a bort és a pezsgőt majd jeges vödrök nélkül szolgálják fel.